Mivel június közepe óta közel 500 000 ember kényszerült elhagyni otthonát, és 10 milliárd dolláros kár keletkezett az árvizek miatt, Pakisztán miniszterelnöke komoly és őszinte támogatást kért a nemzetközi közösségtől. Az ország uniós nagykövete azt mondta, a helyzet még rosszabb lesz az elkövetkező napokban. A most lehulló víz eső formájában azokat a területeket fogja sújtani, amelyek már elöntöttek, a folyókat, a gátakat, a vízlépcsőket, szóval még sok bajra számítunk. A pusztítás és a katasztrófa, amit látunk, valójában csak a jéghegy csúcsa lehet. A termést elmosta a víz, és sok építmény is megsemmisült. A fő veszteségeket is felsorolta a diplomata. 5000 kilométer út, 243 híd, 1 millió ház és 730 ezer állat vált az árvizek áldozatává. Az Európai Bizottság 1,8 millió eurót különített el azonnali humanitárius segítségnyújtásra, és fokozni kívánja a támogatást. Valójában ez egy kezdeti összeg, és keressük a módját annak, hogy tovább növeljük, mivel az igények tovább fokozódnak. Jelenleg az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválása van folyamatban, mert a pakisztáni hatóságok védelmet kérnek. Az elmúlt három évtizedben az EU pénzügyileg támogatta Pakisztánt, amely a politikai zűrzavar miatt nehezen fejlődik. De nem csak ezért. Az éghajlatváltozás hatásaival szemben legsebezhetőbb 10 ország közé tartozik, így a szolidaritásra hosszú távon nagy szükség lesz. A válság súlyosbodni fog, mert a víz hatással lesz a téli növények elvetésének lehetőségére, tehát mindezt figyelembe véve úgy gondolom, hogy egy nemzetközi adományozói konferencia megfelelő vagy meggyőző válasz lenne a kihívásra. Az ENSZ becslése szerint 160 millió dolláros sürgősségi finanszírozásra lesz szükség. António Guterres főtitkár a jövő héten ellátogat az országba.